kapukat egy televízió. Az a kérdésem, hogy a 2006-os összödi beszéd után nem gondoltam volna körülbelül ugyanezt, hogy le kellene mondani? Összöd, a velünk tovább élő kádári hagyományok és a putyikkal, féligasságokkal terhelt rendszerváltozással való szembenézésnek a kísérlete volt. Schmidt egész ügye a kádári hagyományok és a rendszerváltozás rossz hagyományainak a folytatása. Ha úgy tetszik, egy anti-összöd más oldalról. 2006-ban én akkor a parlament többségéhez fordultam, hogy erősítse meg mandátumomat, bizalmi szavazást kértem. Ezt a parlamenti többség nekem megadta. Mi következik ebből az, hogy Schmidt Pálnak hozzám hasonlóan a parlamenthez kell fordulnia lemondás nyilatkozatával, és kérje a többség támogatását. Ma az az alkotmányos szabály, hogy ha az elnök benyújtja lemondását a parlamentnek, akkor azt a parlament elfogadhatja, illetve kérheti a parlament többsége az elnököt maradásra, szándékának megfontolására, végső esetben pedig elutasíthatja az elnök kérését. Azaz, ha az elnök úgy kíván eljárni, hogy én eljártam, akkor forduljon a parlament többségéhez, kérje, hogy ítéljék meg, hogy alkalmas-e munkájának elvégzésére, és vonja le ezek alapján a tanúságokat.